Nyissuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt második levelénél. Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt második levél, és ott a harmadik fejezet 16. verse így hangzik. Maga pedig a bölcsességnek ura adjon néktek mindenkor, minden tekintetben békességet, az Úr legyen mindjájatokkal. Nagyon sokszor az Isten tisztelet végén szoktuk ezt mondani búcsúzásul, mert hogy a búcsúzáskor mindig illendő elköszönni. És az elköszönéskor mindig illik valami jót kívánni a másik embernek. És már Pál apostol is úgy gondolta, hogy az egyik legjobb dolog, amit egy másik embernek kívánhatunk, az a békesség. Az elmúlt hétvégén volt egy jótékonysági hangverseny itt Siófokon, többekkel találkoztunk ezen az alkalmon, és ennek a mottója is az volt, hogy adj békességet. És tényleg mennyire nagy szüksége van ma az emberiségnek arra, hogy a békesség valahol megjelenjen az életünkben. Hiszen újra és újra azt érezzük, hogy a békesség, mint hogyha hiányozna az életünkből. Többféle formában. Nagyon sokat utazok így hétköznap, általában ilyen több órás utakon, és hogy hallgatom a rádiót, nagyon érdekes hallgatni, hogy egyesek megfogalmazzák azt, hogy már kitört a harmadik világháború, vagy mások azt mondják, hogy legalábbis a harmadik világháború küszöbén állunk, de mindenhol arról beszélnek az emberek, hogy nem igazán a békesség jellemzi azt a világot, amelyben élünk. Még a fegyverek tekintetében sem. De hogyha eltekintünk attól, hogy mi várhat ránk, vagy mi van a világ egyes részein, éppen itt a szűk környezetünkben még nem ropognak a fegyverek, de mégis nagyon sokszor úgy érezzük, hogy valahol a békesség, az az igazi békesség, az hiányzik a lelkületünkből, hiányzik az életünkből. Valahogy hiány vagyunk ennek a dolognak. És sokszor épp azok az események, amelyek velünk történnek, éppen azok a dolgok okozzák azt a, fogalmazunk így, békétlenséget, a békesség hiányát az életünkben. Sokszor, ami történik velünk, sokszor, amit hallunk, sokszor, amit mondanak nekünk. Emlékszem, hogy milyen sokszor elmondják emberek azt, amikor valamivel le akarják csillapítani a másikat, meg akarják nyugtatni, hogy ne foglalkozz vele, egyik füleden be, a másikon ki. Olyan könnyű kimondani ezt a mondatot, és olyan könnyű tényleg arra hivatkozni, hogy ne foglalkozzál vele, de az igazság az, hogy mindenféle információ, ami eljut az emberhez, az azonnal elkezd valamiféle változást hozni az emberben. Valamilyen lelki állapotot teremt. Akár amit hallunk, az egyik fülünkön bejön, akár amit a szemünkkel látunk, bármi, ami velünk történik, az mind-mind nagyon nagy hatással van ránk, és befolyásolja azt, hogy mit érzünk, érzünk-e békességet, békétlenséget, mit gondolunk, és nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mit cselekszünk. Szeretnék elmondani egy példát. Amikor Budapestre költöztünk, akkor az első hetekben nagyon furcsa volt az, hogy valahol meg akarok állni a házunk előtt, ahol lakunk, és hát fizetni kell azért, hogy ott hagyom az autót. Mert hát nem lehet ingyen parkolni. És hát különböző időszakok vannak, hogy mikor kell fizetni, mikor nem kell fizetni. Ugye az ember próbálta észben tartani, csak hát ugye megkaptam az első piros zacskót oda a szélvédőhöz tűzve, amikor elfelejtettem, hogy a szombatot, amikor egyébként nem kell fizetni, munkanappá nyilvánították, és most ezen a szombaton kellett volna fizetni. És megkaptam a büntetést, ugye piros zacskóba. Aztán volt olyan, amikor ugye bevezették ezt, hogy már mobiltelefonnal lehet parkolást fizetni, vannak ezek a kis parkoló automaták, amin van egy szám, és annak a kódját kell beütni.
és én pont egy sarkon parkoltam, láttam a parkolóórát, beütöttem a számot, mégis megbüntettek. És bementem reklamálni, hogy itt van a bizonyíték, hogy én elindítottam a parkolást, és azt mondták, hogy ja, de hát az a parkoló óra az egy méterrel beljebb van, mint az utca, az a mellékutcára vonatkozik. Nekem egy másik oszlopot kellett volna nézni, másik számmal, ami a túloldalon olyan jó messzire van. Hát most ki gondolta ezt? De hát az ember ezekből a büntetésekből megtanulta egy idő után. És már egy jó ideje nem kaptam ilyen büntetést. Valamelyik reggel megyek az autómhoz, és már messziről látom, hogy ott van a szélvédőn a piros zacskó. Mondom, nem igaz. Hát kiválasztottam azt az utcát, ahol nem kell egyáltalán fizetni, egy olyan utca van ott a környékünkön, ahol nem kell fizetni a parkolásért. Igaz, hogy ott nagyon ritkán van hely éppen ezért, de akkor miért van ott a zacskó? Már messziről láttam, és nagyon nagy volt a forgalom, és nem tudtam átmenni sokáig az úttesten, és folyamatosan ott izgultam, hogy már megint mennyit kell fizetni, hány ezer forintot, és nem értem, hogy miért. Odaértem, láttam, hogy tényleg ott a piros zacskó, benne egy csekk, és bontom ki, és hát benne volt egy szaloncukor, meg egy csekk, és mellette egy kis levél, hogy támogassa adományaival a hajléktalanokat. Hát az első pillanatban olyan mérges voltam, hogy fogtam és összetéptem a csekket a levéllel együtt, és hogy amiért elmondtam ezt a történetet, pont ez, hogy nem az első nem az volt, hogy megnyugodtam, hanem ingerült voltam, hogy megijesztettek. Mert hogy elindított bennem egy olyan lelki állapotot, ami tényleg végtelenül nem a békességről szól, és hogy miért kell az embert így megijeszteni. És lehet, hogy egyébként támogattam volna a hajléktalanokat, de most már csak azért sem, mert hogy ilyen lelki állapotba hoztak. És aztán, ha nem is ilyen erős változások történnek bennünk, de azért mindig történik valami olyan dolog az életünkben, ami arról szól, hogy hallunk valamit, történik valami a környezetünkben, és ez hatással van ránk. Ugye nemrégen mondta valaki, hogy már hallani se akar a migránsok helyzetéről, mert őt nagyon mélyen érinti. Vagy hallunk különböző olyan dolgokról, hogy hány milliárdokat sikasztanak el emberek, nekünk pedig hát az ezrek is nagyon nagy kiadást jelentenek. Vagy gondoljunk arra, amikor fáj a fejünk, vagy bármilyen testrészünk, a fogunk, vagy bármi probléma van. Mennyire befolyásolja ez, ami lelki békénket, a gondolkodásunkat, az érzelemvilágunkat, és sokszor a cselekedeteinket is. Milyen ingerültek vagyunk a másik emberrel szemben. És hát ezzel szemben itt Pál apostol azt kívánja az embernek, hogy legyen egy békessége. És milyen érdekes, amit Pál apostol mond, hogy nem csak úgy azt mondja, hogy legyen békességetek, mert hogy honnan lesz ez a békesség? És azt mondja Pál, így köszön ennek a gyülekezetnek, hogy maga pedig a békességnek az ura adjon nektek mindenkor, minden tekintetben békességet. A békesség ura adja az igazi békességet. Mindenféle mesterséges eszközzel megpróbálhatunk békességre jutni. Ugye nagyon sokszor megfogalmazódik az egyes emberekben, hogy én már nem is tudok élni nyugtatók nélkül. Az ember úgy megpróbálja megnyugtatni magát, vagy lenyugtatni magát. Persze nyilván vannak olyan egészségi állapotok, amikor szükség lehet ilyen gyógyszerekre, de ugye tudjuk azt, hogy mi magyarok élen járunk abban, hogy mennyire szeretünk, akkor is, hogyha nincs rá annyira nagy szükségünk, akkor is ilyen szerekhez nyúlni, és nagyon találóan fogalmazzák meg még az egyháznak a hitelvei is, hogy a keresztségi fogadalomkor megfogadjuk azt, hogy tartózkodom a gyógyszerek helytelen használatától. Igen.
Tehát, hogy nyilván szükség van gyógyszerekre, amikor az ember olyan beteg, de a gyógyszerekkel való visszaélés az még a keresztségi fogadalomban is benne van, hogy mi abból attól tartózkodunk. Mert hogy úgy általánosságban az embernek a lelki békéjét nem ez fogja megteremteni, hanem maga a békességnek ura fogja az igazi békességet megadni. Az igazi békességet az adja, amikor az ember tud az Istenhez fordulni. Valójában nagyon sok esetben a békétlenség, az embernek a lelki, belső békétlensége attól, vagy abból ered, hogy az ember mindent maga akar megoldani. Úgy gondolja, hogy mindent nekem kell elintézni ezen a világon. Holott éppen a szombatiskolai tanulmányunk nagyon jól mutatja azt, hogy az életben nagy dolgok történnek, és minden egyes nagy dolog, de minden egyes apró dolog is az Isten vezetése által van, az Isten keze munkája látható, és azért történik, mert az Isten úgy akarta, vagy megengedte a világ életében, vagy az embereknek az életében, és tulajdonképpen ezen a világon megvan, hogy mi az embernek a dolga, de az ember nem akarhatja az Isten helyett átvenni ennek a világnak az irányítását. Persze az is egy rossz dolog lehet, és nagyon sokan jutnak el éppen talán a sorozatos csalódások által, hogy már mindenről lemondanak, és már azt sem akarják megtenni, ami az ő dolguk volna. Ugye, tudjuk, hogy a depresszió egy ilyen állapot, amikor az ember még azokat sem akarja megcsinálni, amit neki kellene, amit az Isten ő rábízott, azokat a döntéseket sem tudja meghozni, amiket az embernek magának kellene a saját személyes életében. Nagyon bonyolult világban élünk, mert annyira sok információ ér bennünket, annyi minden történik körülöttünk. Sokkal mozgalmasabb ez a világ, mint amilyen volt régen, és sokszor az emberek nem tudják feldolgozni ezt az információ halmazt, és éppen ezért történnek meg azok a problémák, amelyek arra vezetnek, hogy az ember nem helyesen, nem lelki békében éli itt az életét a Földön, hanem különféle mértékű lelki békétlenségekben, és ugye látjuk azt, hogy ilyen lelki békétlenség kialakulhat egyik pillanatról a másikra az ember életében, de hogyha ezt az ember, ezt a lelki békétlenséget a megfelelő módon tudja kezelni, akkor ez a lelki békétlenség nem tart hosszú ideig, hanem átvált egy másfajta állapotba, mert az ember el tudja dönteni, hogy most ezen én tudok valamit segíteni, én meg kell, hogy oldjam ezt a problémát, vagy pedig ez egy olyan probléma, amelyet nekem félre kell állítanom, mert ez nem az én dolgom, hogy megoldjam. Amikor hallunk ilyen dolgokat, amelyek lelki békétlenséget okoznak, akkor, ugye, ahogy az előbb mondtam ezt a mondást, egyik fülemen be, a másikon ki, akkor mielőtt kimenne a másik fülemen, előtte úgy végig kell gondolnom, hogy vajon kell-e nekem ezzel kezdeni valamit? Kell-e nekem ezzel foglalkozni? Kell-e nekem ezzel valamit csinálni, és van-e olyan feladatom, ami az én feladatom? Vagy pedig azt mondom, hogy hát bocsánat, ez nem rajtam múlik, én ezt nem tudom befolyásolni, ezt majd mások, és akkor tényleg engedjük ki a másik fülünkön, és legfeljebb elraktározzuk, hogy ilyen is van a világon, talán levonunk belőle következtetéseket, de nem szabad, hogy ez aggasszon bennünket. A mai világban nagyon gyakran ott van bennünk az, hogy mivel annyi sok rossz dolog, annyi sok csúnya dolog történik a környezetünkben, hogy ez olyan negatívan befolyásol bennünket, és az ember nagyon gyakran ilyen szorongva éli le az életét. Már kicsi gyerekkorban belé nevelődik az emberbe az, hogy nagyon vigyázni kell, szorongani kell, mert sok minden múlik azon, hogy egy adott pillanatban az ember mit csinál.
nagyon sokszor fogalmazzák meg pedagógusok azt, hogy jó-e az, hogy az iskolában olyan nagyon nagyok az elvárások, hogy annyi sok dolgozat, annyi sok felelés, annyi sok olyan elvárás, aminek a mai gyerek szinte nem tud megfelelni. Óriási a tananyag, pedagógusok nagyon gyakran azt mondják, hogy lehetetlenség megtanítani, de hogy ne menjünk az iskoláig, amikor kialakulhat ilyen szorongás a gyerekben, hogy tudom-e ezt mind teljesíteni. Nemrégen mesélte valaki, hogy kis 3 éves gyermeke majd az óvodába iratás előtt állt, és hát meglátogatta őket a nagymama, és hát a kislány nagy búsan ott üldögélt, a nagymama pedig próbálta őt vigasztalni, hogy hát mi a baj, miért vagy olyan szomorú, miért nem játszol, és kislány megkérdezte, hogy nagymama, igaz az, hogy a cumis gyerekeket nem veszik be az óvodába? Mert anya azt mondta. Hogy megragadt ebben a piciben, pedig talán az édesanyja egyszer kiejtett a száján véletlenül egy mondatot, és hogy megragadt ebben a gyerekben, és már óvodás korban elkezd izgulni, hogy fölvesznek-e az óvodába. És aztán hány és hány hasonló lehet még, hogy mennyi minden van, hogy megvalósíthatom-e ezt az életemben. És az ember, mivel nagyon sok mindent lát ebből a világból, egyre több mindent akarna megvalósítani, nagyon sokszor marad az álmodozás. És kialakul az emberben az, hogy én létrehozok magamnak egy álomvilágot. Egy nagyon divatos dologgá vált napjainkban az, hogy az egyes embereknek, mindenkinek van egy Facebook oldala. És ezen a Facebook oldalon bejelöl ismerősöket, és erre a Facebook oldalra megad magáról különböző információkat. Nagyon érdekes vizsgálatot csináltak, hogy az egyik izgalmas témája a pszichológusoknak, hogy a Facebook oldalakat tanulmányozzák, és megállapítottak egy olyat, hogy azok a 40-50 éves emberek, akik csináltak maguknak Facebook oldalt, nagyon minimális információt adnak, hova jártam iskolába, hol születtem, csak egy-két információ, és ami biztos, hogy ezeknek az információknak a 100%-a igaz. Pici hazugság, vagy pici olyan dolog sincs benne, ami egy kicsit azt mondanánk, hogy na, egy kicsit csúsztattam. Ha ugyanezt megnézzük a 16-18 éves korosztálynál, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok információt adnak meg magukról, és a 90%-a nem igaz, hanem egy álomvilág, amilyen szeretnék lenni, amit meg akarnék mutatni magamról a világnak. Nagyon sokszor vagyunk így, hogy kialakítunk magunknak egy álomvilágot, és aztán ebben élünk. És mi a probléma? Az, hogy közben szembesülünk, hogy a valóság az valami más. És nem csak az egyes emberek vannak így ezzel, hanem nagyon gyakran ugyanez megjelenik most már abban is, hogy egyes vállalatok milyenek, egyes vállalkozók milyenek, egyes szervezetek milyenek, akár még egyes gyülekezetek milyenek, messzire elmehetünk. Hosszú ideje járok ugyanahhoz az autószerelőhöz azért, mert azt tapasztaltam, hogy egy nagyon becsületes, mindig normális áron és jól megcsinálja az autót. Az egyik alkalommal, amikor megint csak mikor Budapestre költöztünk, elromlott az autóm, és hát olyan baja volt, hogy nem tudtam elvinni ahhoz a szerelőhöz, akihez szoktam járni, mert túl nagy volt a távolság, és nem lehetett már tovább menni az autóval. Ezért ott kellett helyben keresni egy autószervizt. Hát mit csináltam? Internet. És az interneten néztem, hogy kik azok, akik hirdetik magukról, hogy autókat javítanak. És találtam egy autószervizt, amelyik azt ígéri magáról, hogy
ők nagyon becsületesen, nagyon korrekt árakon dolgoznak. Ha elromlik valakinek az autója, ingyen elszállítják oda a szervizbe, garanciát vállalnak a munkára, és nem tudom, nem tudnám felsorolni, mennyi sok jót írtak magukról. És azt mondta, hogy milyen jó, hogy ilyen szervizek is vannak a világon, hát ide kell vinni az autót. El is vittem, hát amikor mentem érte, akkor nagyon fogtam a fejem, mert hogy nagyon borsos árat kértek a javításért. De hát azt mondtam, hogy hát ha egy ilyen jó szervizbe javítattam, hát akkor azt meg kellett fizetni. És arra gondoltam, hogy ha a régi szerelőmhöz mentem volna, lehet, hogy érdemes lett volna elszállítatni az autómat, mert még akkor is kevesebbe került volna. De mindegy, most már garanciálisan jó az autóm. Hát eltelt néhány hónap, és ugyanaz a dolog megint elromlott az autómon. Több száz kilométerrel arrébb. Gondoltam, semmi baj, felhívom ezt a szervizt, mert hogy garanciális, azt mondták, ingyen szállítják be az autót. Ez van a honlapjukon, felhívtam, és hát mondták, hogy hát ne is gondoljam, hogy ők ingyen elszállítják az én autómat, meg az már nem érvényes az a garancia most már, mert biztos nem úgy használtam az autót, ahogy kellett volna. És hirtelen szembesültem azzal, hogy van valami, amit mutat magáról ez a szervezet, vagy ez a cég, de a valóság más. És hát nyilván inkább elmentem egy másik szerelőhöz, mint ehhez a szervizhez, de ugye az előbb azt mondtam, hogy egyénileg megkísért bennünket az, hogy már nem a valóságot éljük, hanem kitalálunk magunknak valamilyen világot. Lám szervezetek esetében is megjelenik ez egy vállalkozó vagy egy cég esetében, hogy mutatok magamról valamit, de a valóság egész más, és nem akarom elfogadni, nem akarom szembenézni a valósággal. És ugyanez érvényes lehet akár az Isten népe életében is, amikor szeretnénk valamilyennek lenni, szeretnénk valamilyen képet mutatni magunkról, de a valóság az valami más, és nem akarjuk elfogadni. Nem tudjuk elfogadni, hogy ilyenek vagyunk. Szeretnék a következőkben elolvasni két hosszabb idézetet. Az egyik Ezékiel próféta könyvében olvasható. Ezékiel próféta könyve 22. fejezet. Ezékiel könyve 22. fejezet. És ott a 24. verstől kezdődően a következőt olvashatjuk. Embernek fia, mondjad néki, te vagy a föld, amely meg nem tisztult, esőt nem kapott a haragnak napján. Pártosok az ő prófétái ő közepette, olyanok, mint az ordító oroszlán, mely ragadományt ragad. Lelkeket ettek, kincset és drágaságot elvesznek, özvegyeit megsokasítják ő benne, papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz, s a tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. Szombataimtól elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. Elöljárói ő közepette, mint a ragadományt ragadozó farkasok vért ontani, a lelkeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek nyereséggel. És prófétái mázolnak nékik mázzal, hiába valóságot látnak, s jövendölnek hazugságot nékik mondván, így szól az Úristen, holott az Úr nem beszélt. A föld népe nyomorgatást cselekszik, és ragadományt ragadoz, a szűkölködőt és szegényt sanyargatja, s a jövevényt törvénytelen nyomorgatja. És keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen, én előmbe, az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit sem találék. Ennek okáért kiontám haragomat reájuk, megemészteim őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém, azt mondja az Úristen. Hú, miket olvasunk itt. Milyenek a papok, milyenek a vezetők, milyenek, és lehetne sorolni, mennyi mindenkiről elmondja a prófétáktól kezdve mindenkiről, hogy milyen szörnyű dolgok történnek.
És az Isten még mindig úgy beszél róluk, hogy ez az Isten népe. Nem azt mondja, hogy ha nem lennétek ilyenek, akkor ti lennétek az Isten népe. Nem, hanem az Isten népe ilyen. És ami nagyon érdekes, hogy úgy szépen sorba veszi, hogy a papok, a vezetők, a proféták, az elöljárók, és mindegyiknek elmondja a bűneit, és szörnyű bűnök vannak leírva. És valószínűleg ezek igazak is voltak, nyilván itt vannak az Isten igéjében. Nem arról van szó, hogy valaki úgy gondolja, hogy nem tudom, hogy mit csinál, de feltételezem, hogy olyanok, mert ugye nagyon sokszor van így a mi életünkben, hogy nem tudok semmi biztosat, de úgy feltételezem, hogy mit csinálnak, meg milyenek. És sokszor azért kezdünk el vádaskodni az egyházon belül is talán, mert feltételezünk bizonyos dolgokat másokról. Mert vannak fél információink, de azzal azt kezdjük, hogy elkezdünk valami hasonló bűn lajstromokat írni. Mennyire oldódik meg a probléma akkor, amikor elkezdjük így a másik embert ostromolni? Mennyire lesz békesség az Isten népe körében? Mennyire fog megváltozni ezáltal az Isten nép? Ugye itt nagyon érdekes ez, hogy amikor azt mondja, hogy azt mondják, hogy az Úr szólt, holott az Úr nem szólt. Azt mondják, hogy az Úr küldött, hogy olvassam a fejükre, de az Úr nem küldte őket. De ők mégis teszik, és az Úr, ráadásul az Úr nevében beszélnek. Mennyivel másabb egy olyan prófétának a szava, amikor ugyancsak arról van szó, hogy az Isten népe, és megint nem a pogány nép, nem az istentelen nép, hanem az Isten népe hibákat követel, hasonló dolgokat, mint amiket az előbb olvastunk, csak valahogy a proféta másképp fogalmazza meg ezeket a dolgokat. Dániel könyve 9. fejezetéből olvasom, ugye Dánielnek az imája ez a rész, és abból egy részletet szeretnék olvasni. Dániel könyve 9. fejezet, és ott az 5. verstől olvashatjuk a következőt. Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől, és nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra, aki a te nevedben szóltak, ami királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Tied, Uram, az igazság, milyen az orcánk pirulása, amint ez ma van a Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, a közel és távolvalókon, mind ama földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek ellened. Miénk, ó Uram, orcánk pirulása, ami királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened, ami Urunké, Istenünké, az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. És nem hallgattunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket előnkbe adott az ő szolgái a proféták által. És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért reánk szakad az átok, és az eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Ez Dániel könyve 9. fejezetében van, már jó néhány fejezet előttünk van, hogyha elkezdjük olvasni Dániel könyvét, és ahogy olvassuk a Dániel könyvét, pont a Dániel könyve egy olyan könyv, amely arról szól, hogy Dániel elmegy, nagyon nehéz helyzetekbe kerül, ugye oroszlánok verme, különböző történetek, és mind arról szól, hogy a Dániel milyen hűségesen kitart az Isten törvénye mellett, és hogy bármiféle kísértés jön az életében, ő mindig helytáll. És utána ez a Dániel most elkezd imádkozni, mert látja, hogy probléma van az ő népének az életébe. És hogy imádkozik? Nem úgy, hogy bezzeg a papok, bezzeg a vezetők, bezzeg, és elkezdi sorolni, hogy ki milyen hibákat követett el, hanem Uram, mi, mint az Isten népe, ilyenek vagyunk. És
talán ez az a nagyon fontos dolog, hogy nem csinál egy olyan honlapot, ami róla szól, hogy ő milyen szép és jó, és mennyire ügyesen csinál mindent, hanem elfogadja azt, hogy mi, mint közösség, hibákat követünk el, és mi egyek vagyunk, és mi nekünk hozzánk tartozik ez a hiba. Nem jó, hogy van. Jó lenne ezektől megszabadulni, de nem az, hogy a többiek olyanok, én meg ilyen vagyok, hanem így együtt. És sokszor a békétlenség mindig arról szól, hogy mivel nem tudom elfogadni a magam hibáját sem, megkeresem a másik hibáját, beszéljünk inkább arról. Amikor az ember egy olyan világban él, hogy mindenki arra törekszik, hogy önmagáról kialakítson valami világot, és utána ebben az álomvilágban éljen, akkor megteremt önmagának egy új világot, amiben minden más, mint ami eddig volt. Minden más, mint a valóság. Elhiteti önmagával, megpróbálja elhitetni a környezetével. Nem jó az, ami az igazság, ami a valóság, hanem teremtsünk magunk körül valami más világot. Van egy bizonyos szokás, és az emberek megszokták, hogy ebben a helyzetben mit cselekszünk, abban a helyzetben mit cselekszünk, hogyan reagálunk. És vannak olyan emberek, akik már csak azért se olyat. Néhány héttel ezelőtt mentem hazafelé, és nagyon többször előfordul ez, hogy feleségem rám telefonál, hogy majd jössz haza, ugorj már be a boltba, és akkor elmondja, hogy mit kell venni. És hát bementem a boltba, hát mozdulni nem lehetett. Olyan nagy volt a tömeg. És hát ugye a bejárathoz tették mindjárt azt az első sort, ahol a télapó csokik voltak. Mert pont az a hét volt, amikor a télapó ünnepségek voltak, és mindenki szedegette, ott válogatott, mert rengeteg fajta télapó csoki van. És hát úgy próbáltam volna a kocsimmal valahogy elmenni, de hát sokszor nem tudtam, hogy meg kellett állnom, és megvárni, míg kiválasztották végre, hogy melyik lesz a legmegfelelőbb télapó csoki. Felfigyeltem egy házaspárra, akik nagyon keresgélnek ott, és hát úgy kinézetre is olyan érdekes volt ez a házaspár. Ugye már megszoktuk olyan mindennapos, hogy az emberek festik a hajukat, hogy fekete, barna, vagy szőke, az már olyan menőbb dolog, de hát van, aki azt mondja, nem, hanem az már túl megszokottak ezek a színek, hanem mondjuk kék vagy zöld, mert az már valami rózsaszín. Az mégiscsak eltér, mint amit megszoktunk. És hát egy ilyen hölgy volt egy férfival, és egyszer fölkiált a hölgy, hogy megvan, ezt vesszük a gyereknek télapóra. És néztem, hogy mi az, aminek ennyire örül, és talált ott a télapó csokik között egy kék papírba csomagolt, medve alakú, vagy maci alakú valamit, és oda volt téve a télapókhoz, és ez lesz a mi télapónk. Kék színű és maci alakú. Tehát, hogy nem tudom, hogy maci miért kék papírba van csomagolva, meg hogy ez miért a télapó csokik közé van téve, és hogy miért gondolják egyesek, hogy ez lesz a mi télapó csokink. Tehát, hogy minden, ami eddig volt, amit megszoktunk, azon változtassunk. És hát már nagyon sokat változott az az ünnepség is, ami most ugye előttünk áll még a karácsony, hogy azt mondjuk, hogy keresztény Európában élünk, és hogy a kereszténységnek egy nagy ünnepe a karácsony, de mennyire van ez ott az életünkben, hogy mi a lényege a karácsonynak? Legalábbis annak a történetnek, amire karácsonykor emlékezünk, a Jézus születése. Mennyire születik meg bennünk az Úr Jézus? Mennyire kerülünk vele kapcsolatba, személyes kapcsolatba? Ugye mennyire fontossá vált talán éppen ezekben a napokban, amit a Ellen White-nak az egyik könyvében olvashatunk, hogy
ünnepeljétek meg azokat az ünnepeket, amiket a világ, csak ne úgy ünnepeljétek, hanem legyen ott az a lelki dolog bennetek, hogy érezzétek át. Tegnap előtt az Unió elnök testvérrel Tibor szálláson voltunk, ahol az adventista iskolának volt a karácsonyi ünnepsége, és úgy figyeltük a gyerekeket, hogy énekelnek, verset mondanak, és hogy azokon az egész pici gyerekeken mennyire érződött, hogy áthatja őket az a gondolat, amiről beszélnek. Úgy minden ének valahol Jézusról szólt, és hogy lehet, hogy maga a szöveg az éppen arról szól, hogy születik meg Jézus Betlehemben, de hogy ezeknek a gyerekeknek ez nem csak egy szereplés, nem csak az, hogy most valamit csinálunk, hanem ezek a gyerekek komolyan gondolják végig azt, hogy na akkor megszületett Jézus, és utána jött az ige hirdetés, amely arról szólt, hogy hát ez a Jézus utána felnőtt és meghalt értünk, és hogy ez milyen óriási jelentőséggel van az ember életére. Meg lehet változtatni mindent. Lehet ma más hangsúlyt adni az ünnepnek, lehet ma mindent felborítani, ami a régi megszokott dolog. De vajon ez megadja-e nekünk azt a fajta békességet, amit az Isten ígért nekünk? Amiről az elején olvastunk, hogy a békesség Istene szeretne nekünk békességet adni. Lehet, hogy nem akarjuk elfogadni, lehet, hogy nem akarunk tudomást venni arról, hogy Jézus megszületett és felnőtt, és felnőttként milyen áldozatot hozott értünk, hanem kialakítunk magunknak egy másfajta ünnepet, a neve még mindig ugyanaz, hogy visszaemlékezünk Jézus születésére, de valóságban már nem is emlékezünk semmire. El tudjuk-e fogadni azt, hogy bizonyos rossz dolgok velünk is megtörténnek, hogy bizonyos hibákat mi is elkövetünk. El tudjuk-e fogadni, hogy ennek a világnak a részei vagyunk. El tudjuk-e fogadni, hogy az Isten népe is követel hibákat most ebben az időszakban is. De tudjuk-e ezeket felvállalni, és ezekkel együtt odaállni az Isten elé, és azt mondani, hogy Uram, hát ilyenek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha nem lenne ez meg az életünkben, és segíts, hogy jó legyen közöttünk a kapcsolat. Nagyon gyakran mondják azt, hogy hát az igazi jó kapcsolatban mindent el lehet mondani a másiknak. Őszintének lehet lenni. Nem kell hazudni, nem kell valami mást mondani az igazság helyett. Csak az igazat. Na itt van a kérdés, hogy én tudok-e az Istennel ilyen őszinte kapcsolatban lenni. Vagy pedig meg kell formálnom nekem is valami olyan dolgot, ami nem a valóság, de olyan jól mutat, és látszólag békességet hoz. De az a békesség nem az a békesség lesz, amit az Isten ad nekünk. Szeretném befejezni megint csak Pál apostolnak a soraival, amikor a római levélben a következőt írja, Pál apostol Róma beliekhez írt levél, 15. fejezet, 33. verse, amely így hangzik, római levél, 15. fejezet, 33. verse. A békességnek Istene pedig legyen mindjárt ti veletek. Amen. Adja az Úr, hogy ez így legyen a mindannyiunk életében, hogy megtapasztaljuk, hogy az Úr közelsége, az Úrral való személyes kapcsolat egy igazi békességet ad a mi életünkbe. Amen.